És akkor most jégkorong alulnézetből a profi csapatok mögött vannak olyan baráti társaságok, amelyek imádják a hokit, játszani szeretnének, jégre viszik egymást, csak is a játék öröméért. Ilyen például a gerilla hoki, egy brigád, ahova a jókedv viszi le az embereket, még felszerelés sem kell feltétlenül vásárolni. Kerekes András csapatvezető, azért a profi alapokat képviseli, vele van Ábrahám Gergő játékos, a téma pedig ők, meg persze majd megnézik, hogy ők nézik a MOL ligát. Sziasztok, jó reggelt kívánok! És akkor kezdjük azt, hogy honnan jött ez a kezdeményezés, Andis? Ez ugye neked megvan azért az előéleted. Igen, én 10 évig korongoztam Újpesten különböző korosztályokban, és úgy gondoltam, hogy ezt a sportszeretetet és a sportnak a technikáját ezt szeretném átadni minél több embernek. És még korcsolyoktatóként egyik tanítványom mondta, hogy szeretne amatőr csapatba játszani, de nincsenek meg hozzá a technikai alapjai. Akkor kezdtük el ezeket az edzéseket, most már egy éve, és ez idő során kiderült, hogy nagyon sokan szeretnék még ezt csinálni, úgyhogy közben közösséget építünk, és mindenki jól érzi magát, miközben érzi, hogy fejlődik és erősödik. Hát sok sportág jó természetesen a közösségteremtésre, de én is azt gondolom, hogy a hoki a sokoldalúsága miatt például állati lennek a listának az élén lenne, nem? Tehát, hogy itt olyan sokrétűek az élmények, hogy nagyon jó közösségépítő. Hogyne, egyébként sport. Nagyon menő sport. Tehát menő. Nagyon, nagyon élvezik az emberek, amikor életükben először fölcsúsznak a jégre, és ütőt fognak a kezükbe, és elütik azt a korongot. Van, aki még az edzés végén is ott püföli a palánkot, mert óriási érzés egyébként. Tehát mindenkinek érdemes kipróbálni. Gergő, te hogy keveredtél ebbe bele? Hát én a hokihoz 8 évesen körülbelül, de én még általános iskolába bejött hozzánk egy edző, még Kazincz Barcikánén ott éltem elég sokáig, és elkezdtünk akkor jégkorongozni, ott indult egy csapat. Aztán ott az véget ért, én 3-4 évig játszottam körülbelül, aztán most, mert nagyjából ez az elmúlt 20 év arról szólt. Ja, igen, mert valami, hogy a vegyi kombinát miatt volt pálya. Igen, most igen. Ugye az ott eléggé nehézkes a helyzet. Ugye én meg az elmúlt 20 évben nem hokiztam, viszont a jégkorong magát, ezt azóta is imádom, és keresem a lehetőséget egyébként. Tehát most így az elmúlt egy rajongó évben. Vagy nézed is, nézted? Az túlzás, hogy nézem mindig, de mondjuk magát a sportot szeretem egyébként pont a zsenialitása miatt, hogy egy egyszerre erőnlét, csapatjáték, egyéni játék, összhang, tehát nem tudom, zseniális téli sport. A gerilla hokira egyébként pedig úgy akadtam rá, hogy egyébként az Andis nagyon jól csinálja ennek az egésznek a kommunikációját, tehát van Facebook, hírlevél, és egy barátom osztott meg egy képet egyébként a Facebook oldalon, és akkor kérdeztem, hogy hova jár, és akkor én 2 hét alatt megvettem az összes cuccot, úgyhogy most azóta néhány hónapja elkezdtem járni. Tehát az Andris ezzel a kísérletével belőled így előcsalogatta az állatot. Nekem bennem volt, kicsalogatta. Három dolog történt, az egyik ugye az, hogy láttam ezt a képet, a másik az, hogy egy 20 évvel ezelőtti fényképet valaki szintén föltett a Facebookra, és közben egyébként ettől függetlenül én el is határoztam, hogy most keresem a lehetőséget. Persze járnak baráti társaságok össze jégkorongozni, egyébként úgy önmagában szerintem nehéz találni ilyet, mint amit a gerilla hoki csinál, mert itt ez nem kifejezetten csak egy baráti társaság, ide bárki lejöhet, tehát itt lehet korizni tanulni, lehet technikát tanulni, lehet egy kicsit játszani, vannak edzőmeccsek, tehát itt gyakorlatilag ez mindenki számára nyitott. Most már néha sokan is vagyunk egyébként edzéseken, és akkor emiatt még több edzést kell csinálni, hogy egyébként ez a sok ember, aki érdeklődik, az el tudjon járni. De egyébként fantasztikus, meg nagyon jó a közösség. Én ajánlom egyébként mindenkinek. Andis, miért gerilla a hoki? Hát igen, ezt sokan kérdezték már. Ezt az egyik jó ismerősöm találta ki, egyébként teljesen másra vonatkoztatva. A lényeg az, hogy mivel ugye nincsen egy meghatározott bázisunk, ezért mindig így úgymond oda gerilláskodunk. Ja, világos. Tehát, hogy összejöttök, aztán kitörtök az őserdőből, amikor összegyűlt a csapat, és akkor így van, és támadunk. A harcmodorban. Az jellemzően egyébként, ahogy például Gergő ide keveredett, jellemzően hogy érkeznek ebbe a társaságba az emberek? Ez egy olyan tipikus történet a Gergői? Igen, egyébként nagyon sokan találkoznak velünk a Facebookon, így akár közvetve ismerőseiken keresztül. Van, aki honlapon, van, aki szórólapon talált meg minket, de ami a legjellemzőbb, és ami tényleg a leghatékonyabb, az amikor egymásnak átadják a jó tapasztalatokat. Uh-huh. Na most azért az úgy jó, hogy van egy ilyen értelme nyitott közösség. Nyilván, hogyha ez olyan népszerű lenne, hogy már tolonganának az emberek, akkor valamit kellene kezdeni vele, akkor előbb-utóbb reguláris hadseregéken a gerilláknak fejlődni, de az már biztos, hogy már tétmeccset játszottatok, tehát úgy haladgattok. Mi itt a végcél? Igen, azt szeretném, hogyha
hogyha lehető legtöbb ember megtalálná nálunk, amit keres, az, hogyha valaki szeretne mozogni, szeretne egy közösségben jókedvel sportolni, akkor megtalálja a saját céljait. Azt, hogy valaki szeretne, ugye különbözőek vagyunk, van, aki szeretne meccselni, van, aki szeretne bajnokságban indulni, de van, aki csak szeretne hobbiból lejárogatni és elsajátítani az alapokat, hogy aztán haveri társasággal lemenjenek, és akkor ott mutogathassa, hogy ő a Jani, mert el tudja lőni a korongot. Tehát nagyon sokfélék vagyunk. Neked előbb-utóbb többféle csapatotok lesz. Lesz, amelyik indul majd bajnokságba, meg lesz olyan, ami tényleg csak így egy hétvégi kezdtelés, nem? Persze, felnőttek, gyerekek, fiúk, lányok, bajnokságban indulók, hobbi, hokisok, mindenféle, amit csak szeretnék. Például te, Gergő? Hát, én alapvetően szeretek játszani, tehát én a meccsekben hiszek egyébként, bár nem volt valahogy úgy alakult, hogy ezeken a meccseken én most nem tudtam részt venni, amit legutóbb a gerilla hoki játszott. Viszont én azt mondom, hogy tényleg nekem azt tetszik az egész, hogy benne van ez a rugalmasság. Tehát azért vasárnap reggel 7:30 kimegy 30-35 ember a tüskecsarnokba, és egyébként ilyen pici gyerekek is, akik egyébként csak korcsolyázni tanulnak. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan, ami megmozgatja az embereket. Tehát ez mindenképpen olyan, amiben mindenki megfigyel. Tehát lehet, hogy lesz majd amatőr csapat, lehet. Ez nyilván attól függ, hogy ki, hogyan, milyen elképzelése van. De nekem ebben az egészben a rugalmassága tetszik, meg a nyitottsága. Tehát nem kell feltétlenül mindenkinek profi vagy amatőr játékossá válni. Lehet, hogy valaki csak néha két hetente akar ütni egyet, de lehet, hogy valaki egyébként hetente eljár háromszor is, mert erre egyébként van lehetőség. Tehát ezért jó, lehet járni Kőbányára, Újpestre, Újbudára, meg majd még ki tudja még hova. Tehát meg lehet görkorsolyázni is ma nyáron, nem? Így van, így neked van. Bízunk benne, hogy minél több tovább lesz egyébként több helyen jég, mert ugye azért viszonylag korlátozott a lehetőség e tekintetben sajnos. Egyéb iránt tényleg csak így a végén, hogy egy szót erről, hogy magyar hokit, tehát ugye rendes top hokit, mint egy hori hokis is, te például nézel, követed? Igen, én igyekszem követni az eredményeket, mindig utána olvasok, hogyha éppen, mert általában akkor vannak edzéseink, amikor meccsek vannak, de utána mindig megnézem az összefoglalókat is. Tehát azt lehet érzékelni, hogy az, hogy menő a hoki, abban lehet szerepe annak is, hogy azért a magyar jégkorong elég sokat fejlődött a rendszerváltás óta. Tehát sok sportág leépült, ez viszont éppenséggel felépült. Igen, nagyon érdekes, hogy a rendszerváltás előtt nem volt olyan támogatottsága, mégis amióta megtörtént a rendszerváltás, és egyébként a Magyar Jégkorong Szövetségben és a klub életben dolgozó emberek ezért nagyon sokat tettek, hogy a hokinak a népszerűsége újra feléveljen. Kellett hozzá egy nagyon jó válogatott, és kellett hozzá egy egyre színvonalasabb magyar bajnokság, illetve a fehérváriak, akik az osztrák bajnokságban nagyon szép eredményeket tettek le az asztalra. Egyéb iránt a gerilla hokinak van intézményes kapcsolata a szövetséggel? Nincs intézményes, viszont informális van, tehát nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szövetség főtitkárával, illetve én személyesen az ott dolgozókkal, úgyhogy ha van olyan közös pont, amiben így tudunk segíteni egymásnak, akkor abban ott vagyunk és partnerek vagyunk. Uh-huh. Gergő, te nézel magyar hokit? Én korlátozottan nézek egyébként, tehát azért alapvetően figyelme kísérem, meg nyilván majd rá fogunk térni a Móligára is. Ugye valószínűleg VB-re ma már nem lehet kapni például jegyet, uh-huh. Azért többen igen. Már megvettük hónapokkal ezelőtt, tehát ilyen szempontból én próbálom inkább helyszínen nyomon követni, ami nyilván időben kicsit nehézkes, de alapvetően én is azért szeretem okit, meg mondjuk próbálok nézni KHL-t, NHL-t, tehát azért ezek olyan dolgok, ahol azért elég jó dolgokat lehet látni, de szerintem is a magyar hoki elég jó. Nekem még tényleg volt szerencsém annak idején Szuper Leventével játszani, és erdülőként, az ellenfél edzőként pont az a Dunaújváros, aki most ugye a MOL ligában döntős. Annak idején azt a Kercsó Árpád nagyon szépen fölépítette, nekem még volt alkalmam egy elég nagy zakót kapni attól a csapattól. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek, tehát tényleg van egy tradíciója most már így az elmúlt így 10-20 éve, mi is, amikor én gyakorlatilag én is valamikor kapcsolatba kerültem a jégkoronggal. Urak, akkor további jó gerilláskodást, és ez a bája is maradja meg a dolognak, én azt kívánom nektek, amellett, hogy persze nyilván egyre jobban játszatok, meg profibbak lesztek, de hogy legyen meg ez is benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget.